Balkány idén összesen 1,8 milliárd forintos toppos pályázati forrás nyert el. 1,2 milliárd forintból már megkezdték a szennyvízhálózat és a szennyvíztelep kiépítését. Közel két éve dolgoznak ezen a projekten, ami most a támogatás segítségével meg is tud valósulni. A fejlesztés jövő év elején fog befejeződni. A toppos forrásból közel 300 milliót kerékpárút építésére fordítanak, ami közel 3 kilométeren Pirit és Balkányt köti majd össze. Hasonló összegben három csoportos bölcsődét is építenek jövőre a polgármesteri hivatallal szemben. Azok a beruházások, amelyeket elkezdtünk, azok már évek óta dolgozunk rajta, és évek óta próbálunk erőfeszítéseket tenni ahhoz, hogy ez megvalósuljanak. Nagyon sokan szidják a közmunkát, én büszke vagyok rá a közmunkára. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik közmunkában dolgoznak, és ezt Balkány elsősorban a balkányi lakosok látják, azok az emberek tényleg dolgoznak, és tényleg értéket teremtenek. Idén közmunkából filagúria épült a lovaspályára, megújult Balkány belterületi temetője, folyamatosan térköveznek és építik a járdákat. A településnek saját, jól működő tésztaüzeme van, valamint a mezőgazdaság is gazdaságosan működik. Amit megtermelnek, azt nem értékesítik, hanem tartósítják és az üzemi konyhára szállítják. Így rengeteg fagyasztott borsó, befőtt és csalamádé áll rendelkezésükre. Ez azt jelenti, hogy nem csak egészséges zöldségeket fogyasztanak, de a konyha is költségtakarékosan működik. A város csak annyit költ, amennyi pénzünk van. De természetesen mindig igyekeztem a rászorulókat, és igyekszem a rászorulókat támogatni. A már a tavalyi évben is, és ebben az évben is húsvétre is, és karácsonyra is tartós élelmiszercsomagot adunk a rászorultaknak, illetve minden egyes háztartásnak. Ez természetesen annak köszönhető, hogy jól gazdálkodunk. Abból a pénzből gazdálkodunk, és jut erre is pénz, és erre is tudunk adni. Nagyon nagy súlyt fektetek a szociális ellátásra. Én úgy gondolom, hogy a Balkány egy 24 működő tanyával erőteljesen rászorul azok az emberek, rászorulnak a szociális támogatásra. Nem elég a családsegítő szolgálat. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek oda kell figyelni, karácsony előtt vagy húsvét előtt oda kell figyelni. Ez csak stabil, biztonságos gazdálkodás mellett lehetséges. Idén bevezették a tanévkezdési támogatást is, ami azt jelenti, hogy minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerek 10 000 forintos hozzájárulást kapott a tanévkezdéshez. Valamint eltörölték a temetési segélynél a jövedelemhatárt, idéntől mindenki 30 000 forintos támogatásban részesül.